Na halihó, csodálatos, szép délután mindenkinek, mert nálunk már délután van, nálátok meg este. Vagy nem tudom éppen milyen napszakban nézitek ezt a csodálatos fatelepi imázs videót. Kijött a Volvo kamion, éppen extrém körülményt imitálva teszteljük a plató magasságát, illetve a sárvédőnek az elhelyezését, hogy megfelele majd esetleg kint az életben is. Na, ne beszéljek mellé, lássátok, hogy miről van szó. Mi most fogjuk felhelyezni rá a darut, azért, hogy a darunak a rögzítését fel tudjam heggeszteni, illetve a lépcsőt ki tudjak alakítani, a létrát a pilótának, hogy ne úgy kelljen neki lifttel felmászni, mert azért elég magas lesz, illetve a hidraulika hűtőrendszert. Azt is, hogyha már fent van a daru, akkor fogjuk igazából látni, hogy miről is van szó. A hátam mögött lévő daru lesz. Végre nem fog piros lenni az erdő. Laci szavával élve. Na, lássátok az extrém körülmény imitálását. Mint láthatjátok, letettünk egy, mit tudom én, egy 45-50 centis lehet ez a fakugli, körülbelül a kamaz az fellépett faszául a rüskőre, és akkor körülbelül a platónál, hozzáteszem, hogy az autó üres állapotban van, a platónál körülbelül 3 újnyi hely maradt ki. Itt elől azért már van több hely, a csavarokat már elódottuk, mert nem sokára jön majd lefelé a plató. Látjátok, egy kicsit eláll, de ettől most tekintsünk el. Azt nézzük Dávidra, hogy így még a sárvéde is jó lesz. Még éppen nem ér bele, de ahhoz, hogy így felugorjon, ahhoz azért már ahhoz azért már elég jól mozogni kell neki. Normál állapotban azért kicsit nagyobb a hely. Hát van szabadságfoka. Szó se róla. Miközben nem láttátok, felkerült rá a homlokfal is. Egy hármas lemezből lett kialakítva. Itt még ez a vége le lesz zárva, arra még nem érkeztünk. Úgyhogy haladunk lassan, de biztosan előre. Előbb-utóbb a végére érünk. Látjátok, itt végighegesztettem a lemeztoldást, hol van, ott feljebb. Úgy szintén végighegesztettem, én nem bízok a tömítőpasztában. Akkor hát a kanállal nem kalapálják szét. Szépen meg van szakaszolva, körbe van valszrólyozva a zseb, mindegyik. Nem egy lépcsőben, bár hogyha valaki gyorsan hozzáfűzne, nem többen. Na mindegy, igazából csak ezt akartam megmutatni, ez a kamat, milyen faszal felugrott erre a tuskaóra. Itt van az X. Ha lekerül a felépítmény, akkor meg fogjuk heggeszteni. Igen, tudok függőlegesen is heggeszteni, de azért nem olyan szép, mint mikor elfektetem, és akkor jelentős amperral lehet neki verni. Állunk előrébb, és akkor utána tesszük fel a fasza logliftes darut. We'll be right back.
sziasztok, még mindig... Na... KH és... Na sziasztok, még mindig Jani vagyok innen a fatelepről, a Vasmunkás Birodalomból. Szinte készen volt a felépítmény, egy-két megcsipetni való akadt még rajta, utána homokolás festés, akkor jutott eszébe a tulajnak, hogy neki mégse tetszik a homlokfal. Egyszer már 10 centit levágatott belőle, most pedig meghiúsította a mai napon történő homokszórást, mert egy-két apró dekor elemet még igényelt a homlokfal. Na lássátok akkor, hogy miről is van szó. Tehát ez egy ilyen Dennis, vagy a motorosok jobban tudják, egy ilyen jel. Ilyenből vágtam 4-et. Maradt ki még a homlokfalnak az anyagából 3 mm-es lemez. Szerencsére itt a szomszédban Féki Gabiék, vagyis pontosabban az édesapja nekem ezt soron kívül gyorsan meghajtotta. Ide be van faragva a kis Dennis, vagy mindjárt leesek. Dennis jel. Ide, ez meg azt sem tudom, hogy van itt a kezemben. Ez pedig valami ilyesmi módon lesz feltéve. Látjátok, ez a felső rész is megvan tőre befele. X szöget, vagy millimétert, én most 20 centit visszamértem, és akkor megtörtem. Hol van? Itt van ez a csodálatos vaskonstrukció. Ránéztek, ez meg van hajolva egy kicsit. A háttérben található kis prés segítségével már most tudjuk így hajtogatni a lemezt, és akkor így csodálatosan neki fekszik mindenki. Szinte így mindenkinek. Ez már így heggezhető, egy-két apró siszolás meg igazítás még lehet szükséges, de úgy érzem, hogy ez már vállalható. Úgyhogy megyünk a túloldalt is, így lássátok hol van. A túloldalt is letöröm a sarkát, oda is már ki van vágva a lemez. Csak még egyenes, azt is a préssel egy kicsit meghajtom, és akkor utána csipetjük fel, készen lesz a homlokfal. Out, vagy aztán, vagy azután pedig még megemeljük ezt a platószerűséget, és átheggeztem ott, ahol az autón nem volt rá lehetőség. Utána viszont homokolom. Az autó van meg lett homokolva, az a szomszéd műhely kettőben éppen a fényezést állja ki. A hátsó részt meg lett fényezve, a szárad, holnap a felépítmény, utána pedig lehet rakni összefele. Na dolgozzunk, mert ebből nem élünk meg. Csúmi! Jó van, olyan keveset kamerázok van, amit szeretném beszélni. Na, szép jó napot kívánok mindenkinek, halad ez a vaskonstrukció a háttérben. Közben megterítettünk a platón, mert mihelyt bekerül egy sík lemez, vagy egy munkagép, vagy valami, amire lehet pakolni, azt előszeretettel mindig megpakoljuk. Na nézzétek meg, hogy mivel van ez most megpakolva. Régi kedves ismerés visszatért hozzánk, nem a közelből, és kaptunk tőle ajándékot, egy friss levegős pajzsot, meg akkor már, ha jött, akkor egy-két apróságot rendeltünk mindenféleképpen, kis batyúval, és akkor Bencéről van szó, ő hozta nekünk a gépet, már a videóból ismerhitek, és akkor nézzük meg közelebbről ezt a pajzsot. Bemutatod esetleg, Bence? Ha valakit érdekel, akkor természetesen nála ez elérhető. Igen, hát igazából ez a most az OTC-nek egy új terméke. Gyakorlatilag a már
piacon ismert friss levegős pajzsokhoz hasonló ipari minőség, tehát az akkumulátor élettartam is, illetve gyakorlatilag minden, ami a hegesztő pajzsban a csúcs technikát képviseli, az, ami... Nagy látószöges. Ebben, így van, széles látószögű, ugye felhajtható, az úgynevezett flip-up kivitelű. Ugye itt lehet csiszoláshoz használni, vagy bármihez, hogyha tisztán szeretnél látni, hogyha pedig hegesztesz, vagy esetleg plazmával vágsz, akkor lehajtod és automata módban működik. És akkor teljesen zárt ez a fejnek a tere, igaz? Tehát ugye itt már összekoszoltuk, de hát ilyen lesz még szerintem. Ez csak ilyen egy. És lesz. Akkor a közeljövőben ezt látjátok rajtunk. Itt belül van egy ilyen állítható kis száj zsák, és akkor oda fújja be a szűrt levegőt, ami ugye ezen keresztül van rajta egy szikraszűrő, illetve egy főszűrő egység, ami itt a belsejében található. Ugye lehet állítani a befúvásnak a mértékét, ha bekapcsolod, akkor látod, ugye mutatja azt, hogy mennyire van eltömődve a szűrő. Ez a szűrőnek a kis piktogramja. Így van. Akkumulátor töltöttség. És az a illetve lassú fordulat. Két fokozatban állítható ugye a befúvás. Ugye van hozzá dupla, tehát két akkumulátor, ugye természetesen a hozzátartozó töltőtől elkezdve minden, és apróságok ugye mindjárt itt megmutatom. Ugye ebbe a zsákba van összekészítve, és ugye átfolyásmérő van hozzá, leellenőrizni, hogy mennyi levegőmennyiség megy át. Ugye itt van hozzá a töltő, egy kis heveder, aki szereti használni, megkönnyíti. Meg egy komplet merevfalú táska. Így van, egy komplet táska hozzá, hogyha nincs használva, akkor azért tisztán lehet. Meg hozzá egy 10 garnitúra. Kezdő készletben plexi, külső, belső, csiszoló, stb. Tehát minden ami ehhez kell. Egy nagyon jó minőségű pajzs. Hogyha nem szeretnétek folyamatosan szívni a hegesztési füst vagy vágási füstgázokat, akkor azért az egészségetekre érdemes odafigyelni egy ilyennel. Így van. A tapasztalataimat meg úgyis el fogom mondani, mert miért ne. Én a pajzsot, amit kaptam a hegesztőgéphez, én azt is nagyon szeretem, mondtam nektek is, van ott egy eszabosom is, kényelmetlenebb a használata, nehezebb, meg nem szeretem. Ugye itt a belsejében még lehet állítani különböző funkciókat, most azt lehet, hogy a kamerával nem tudjuk megmutatni. Ugye ugyanúgy, mint minden pajzsnál az érzékenységet, ugye azt, hogy DIN szám alapján a sötétedést, tehát gyakorlatilag mindent. Meg ugye a funkciót, hogy mire használjuk. Értem. Hát majd elmondod a véleményt. Majd elmondom, amit látok. Mit tapasztalsz? Mi az észrevétel, Bence, a hegesztőgéppel kapcsolatban? Elhasználtuk-e, vagy nem használtuk-e? Mert most közben hát, Bence átnézte. Igen, teljesen jó állapotban van, úgyhogy kicsit koszos, de hát ez ilyen. Hát egyelőre nem az élelmiszeriparban dolgozunk, hanem... Így van. Ezek a gépek, ezek erre vannak, úgyhogy termeljék a pénzt, meg műhely körülményekre vannak terve. Jó, tovább nem, februárban hoztuk. Január, télen. Február, télen. Valamikor év elején. Akkor vagy 8-9 hónapja használjuk, előszeretettel használom, meg van a másik is, arra csak csipetgetünk, de hát ez a profi gép, amit már mondtam nektek is. Ha tetszik, akkor Bencéknél lehet jelentkezni. Mondjátok, hogy Janinál láttátok, és akkor tudja, hogy milyen gép kell nektek is. Így van. Vagy ha nem ilyen kell, akkor majd ajánl olyat, ami... Megkérdezem, hogy mire használnátok, mik az igényeitek, és akkor összekonfigurálunk egy olyan gépet, ami a legmegfelelőbb a profilodnak. Így van. Úgyhogy... Szuper. Egyelőre egy gép elég, kettő, de ha kell, akkor... Pedig két kezedben. De csak egy pajzsot tudok felvenni. Ja. Ebben a új pajzsban már két oldalra is tudok egyszerre nézni, úgyhogy lehet kettővel is hegesztenünk.
Úgyhogy szuper. Menjetek vásároljatok mindenféleképpen. És hogyha a pajzsot kipróbáltam, meg használom, mert nem sokára felteszem a fejemre, akkor majd úgy is mondom, hogy mi van. Nem vagyunk lefizetve, nem promóció, csak vélemény. Csak így van, csak tapasztalat. Na, csumi, sziasztok! Hello! Noelmen Bence, itt hagyta ezt az űrhajós felszerelést, kipróbáltam. Fasza, annyi, hogy szokni kell, mert azért a cső az kicsit azért súlyt képvisel, így hogy húzza a fejemet. Attól függetlenül nagyon jó élményt nyújt ez a széles látómező. Szerintem kurva jó képalkotás is minden. Tetszik. Nem is az a lényeg. Beszélgettem még Bencével a gépekkel kapcsolatban. Ami még nagy előny lehet esetleg a gépvásárlásnál, az, hogy nekik raktáron van egész nagy mennyiség. Én is mikor kértem árajánlatot a Fronius-tól, meg több helyről, mindenhol kellett volna várni 4-5 hónapot, és nekik volt. Úgyhogy ha a gépet akartok venni, felhívjátok, másnak ki is viszi. Ha kicsengettétek az árát, természetesen. Na, mindegy. Tegnap este 10 óra után végeztünk a felépítménynek a homokszórásával, be lett téve a műhelybe. Úgyhogy ma kezdem az alapozást, illetve a festést. Mivel nem volt nagyon rozsdás anyag, szinte új anyagból dolgoztunk, ezért csak mattítottam rajta. Ahol korodáltabb volt az anyag, ott természetesen megpróbáltuk leverni. De nem törekedtem, meg nem törekedtünk arra, hogy most ez teljesen homogén legyen. Na, hogy miről is van szó, akkor ezt megmutatom most nektek. Egy. Hát ezt mondtam, igazából revétlenítettünk, inkább úgy mondom. A platót is, a plató az közben már megázott kint, és akkor a homokszóróval levertük róla. Ez volt ilyen régebb anyagból csinálva, ez már meg volt barnulva egy kicsit. Úgyhogy kapja nem sokára az alapozó réteget, utána pedig kapja a, hát még homokmaradványok vannak, ezt majd még le kell fújkálni. Utána pedig fogja kapni a gyönyörű szép zöld szint. Ez a zsírúj mesegyönyörű homlokfal is. Na, toljuk neki. Le lett alapozózva a felépítmény. A lehetőségekhez képest megpróbáltam mindenfele befújkálni. Amennyire tőlem telt, biztos van olyan hely, ahova nem jutott. Bekutyultam közben a két komponensű zöld festéket. Esetleg ha valakinek tetszik a szín, akkor ez a RAL 6005 tán. Úgyhogy az még két rétegben lesz felhordva. Bízom abban, hogy a három réteg festékből, illetve egy réteg alapozó, két réteg festékből nagyjából fog jutni mindenhova. Elég befújkálni sok helyre, de ezért használom most ezt az alvázvérét, hogy ezzel jobban be tudok nyúlkálni. Ez a festés most jelenleg nem a szépségről szól. Belső részen biztos vannak olyan részek, ahol megfolyt, pont azért, hogy mindenfele jusson. Hát a külső részeken, ami látszik adott esetben, ott majd próbálok odafigyelni, hogy ne nagyon csorogjon le. Ennyi. Bekutyultam, veszem fel a maszkot, és akkor pingáljuk, mert ez a kedvenc részem. Na sziasztok, most egy nagyobb léptéket vettünk, elkészült az autó,
Dávid a háttérben éppen a régi platóelemeket rendezgeti. Nézzük akkor meg, hogy igazából mi maradt a vasanyagból. És akkor nézzük meg, hogy milyen lett a végeredmény. Remélem már ti is kíváncsiak vagytok. Annyira nem lesz szar. Itt kint a napfénye, hál' Istennek gyönyörű szép idő van. Kár, hogy a drón nem hoztam. Nézzük meg, hogy akkor mi maradt, miből indultunk ki, és mi lett belőle. Na, hát itt van ez a csodálatos felépítményszerűség. Igazából felhasználni nem használtunk fel belőle semmit. Plazonvágó segítségével el tudtuk távolítani az alvásztól. Mert szükség volt rá, mert olyan megoldásokkal készült el, hogy igazából az kellett. Hopp, már éppen láthatatok a háttérben egy bevillanó ifát. De ami minket jobban érdekelhet, ez a Volvo kamion. Látjátok szépen hát hozzávetőlegesen rába zöldre le lett festve a felépítmény. Nagyon tetszik, nagyon jó. Lett hozzá kérve egy extrás homlokfal, azzal a kis smicikével. Esünk balá is. Festéskor is meg akartam nektek mutatni, amíg fel volt bakkolva, hogy áll, mint áll a helyzet, de mivel este 11 órakor fejeztem be, így már kedvem nem volt hozzá, hogy bekapcsoljam ezt a Genyóka kis kamerát. Tehát tettünk rá ilyen kis himbilimbiket, bár egyesek szerint nem ér semmit, mert a kanállal le lesz seperve. Hát figyeljen oda rá a pilóta. Tettünk rá egy cégérmét. Le lett egy réteg, pontosabban először is meghomokszórtuk, azt is már természetesen ezt se kezdtük el. Másnap reggel fújtam rá egy réteg alapozót, utána kapott két réteg, két komponensű festéket. A lámpa az gyönyörű rajta, ez legalább még nincsen annyira összetörve. A másik az már annyira nem hibátlan. Látjátok, nem nálunk tört össze, mert a póretek ott van benne. Kialakítottuk a csatlakozótok is egy normálisabb lehetőséget. És akkor felfogadtuk rá Darunt. Darunok fel volt téve az ütköző. Ott. Látjátok. Ott. Hogyha esetleg azul is valami, akkor az tompít rajta, fog rajta. Előre is tettem fel ütközőt, de ez igazából csak azért, hogyha daruzon fel a rakodógéppel, én is lássam, hogy nagyjából hova kell rakni a darut. Itt van egy felvehető kis trepnike, mert van benne vágva, vagy belevágva. Mit tudok még elmondani? Tettük rá ezt a gyönyörű sárvédét. Gyönyörű, mocskos nagy kerekek vannak alatta, hogy vágunk be egy fényképet, amikor éppen felugrattunk egy tuskóra, egy kuglira, és akkor ott látszik, hogy mennyi hely maradt ki. Igazából egy telefon éppen, ha belefért. Szépen elválik a zöld a feketétől. A piros a zöldtől, csak átmegyek a másik oldalra, mert nagyon szemünkbe süt a lap. A darulról azt kell tudni, hogy ez körülbelül fél éves daru. Ezt is mi raktuk fel rá annó, még lehet emlékeztek. Úgyhogy most az autó pedig kapott egy zsírúj felépítményt. Reméljük fogja bírni. Reméljük nem fog eltörni. Nem szokott. Úgyhogy sok munkát és sok jó fuvart kívánunk nekik, más mit kívánhatunk. És akkor reméljük, hogy a következő autójukat is majd velünk fogják csináltatni. Mármint a felépítményt, vagy a darut. Na, miután jól megnéztük, beszéljünk az autóról, beszéljünk a ráfordított energiáról, illetve
hogy hozzávetőlegesen mit is használtunk fel hozzá. Az biztos, hogy elhasználtunk hozzá legalább olyan 22-25 kg. Így nem láttuk. 22-25 kg hegesztő drótot, az tuti. Hát most, hogy plazmavágók, meg flexkorongok, meg szalagfűrész, ilyesmi, az igazából az elhanyagolható volt. Hármas lemez kapott korításnak. Az anyag az olyan, hogy szerintem jó fajta. Van rajta festék, az körülbelül vagy 15 liter. Két rétegben alapozó az vagy 7-8 liter. Le lett homokszolva egy kicsit. És ennyi. Mindjárt megreptetjük a darut, és akkor csókolhatok benneteket.